Alkotói délután szerveztek a Kenény György Alapfokú Művészeti Iskolában. Szilágyi Né Jéger Terész pedagógus az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról beszélt. A tanárnő elmondta, a gyerekek a festészettel és a képzőművészettel is megismerkedhetnek. Hát a mai napon szeretnénk bemutatni egyrésztről a belső festőterembe egy kis pillanatképet abból, hogy dolgoznak a középiskolás növendékek, a továbbképzősök, milyen témákban és milyen eszközöket használnak. A középső térben pedig az újonnan beiratkozóni szándékozók egy kis barkács programban vehetnek részt, és miután a képzésünk a verset, a zenét is belefoglalja a foglalkozásokba, így könyvjelzőket készítünk, és a nálunk elkészülő, később elkészülő kis illusztrációs könyvekbe ezt gyakorlatban is fel tudják használni a gyerekek. A képzőművészet tanszak műhelyeinek előterébe az érdeklődő szülőknek és növendékeknek, jövőbeli növendékeknek beállítottunk egy 11 diából álló képes prezentációt, amely megmutatja, hogy milyen munkák készülnek az év folyamán, milyen nálunk az élet a műtermekbe, és hát ezzel próbálunk kedvet csinálni azoknak, akik szeptembertől beiratkoznának hozzánk. A gyerekek könyvjelzőket készítettek a kreatív foglalkozáson. Ott dolgoznak a festők, és itt dolgoznak a grafikusok. Grafikus tanár Kézes Tatai Ágnes és Pátor Miklós, festészet tanár pedig én vagyok, a Szilárd Jéger. Ha kedvetek van majd alkotáskönyvbe, vagy ha elfáradtok, nyugodtan nézzetek, hogy őt is mit látok. Képeket, alkotó diákokat. Jó, és most elmondom, hogy mit látom itt középen. Tulajdonképpen nem szerettük volna nektek készen kapott sablonokat ide rakni az asztalra, viszont biztos mindannyian szerettek olvasni, és hogyha beiratkoztok hozzá, minden sokat olvasunk nektek. Verset meg mesét, sőt sok zenét is hallgatunk alkotás közben. Ezért aztán könyvjelzőt fogunk készíteni. Van könyvetek? Van könyvetek? Kinek van könyve otthon? Akár több is, igaz? Úgyhogy nézzék át csak, milyen jó kis könyvjelzőket lehet készíteni. Langyosat, rókásat, madarasat, de nem azt szeretném, hogyha kódi gyerek volna, úgyhogy szerintem majd én ezt a félre is teszem. Sokkal inkább kiraktam a formákat, körbe lehet rajzolni, meg lehet nézni az elemeket, és hogy magatok építsenek össze. Először megmutatnám ezt az asztalt, hogy egy kicsit közelebb kerüljetek az itt látható darabokhoz. Mindegyik, mint ahogy egyébként ott is, de az egy másik forma, mindegyik kis könyvjelzőnek van egy hátlapja és egy előlapja. A hátlapokhoz találtok mintadarabokat és kis papírszeleteket, amelyekre körberajzoljátok a mintadarabot, kivágjátok, kedvetek szerint színezitek. Ez tiszta fehér maradt, a rókánál ez is megengedett, ugye a hasa már fehér is lehet, és aztán következik az előlap. Az előlapnál szintén találtok, tehát vagy a bagoly, vagy a róka, akár mindkettő, ha valaki gyorsan dolgozik, itt szintén találtok kis papírlapokat. Ilyen a forma, amihez találtok mintát, de lehet változtatni rajta, lehet kisebb, nagyobb, ahogy kedvel van. Rendben? És nem rajzoltunk rá se szemet, se szájat, hogy te hogy oldod meg, ilyen lesz a bagoly. Vagy élőbb lesz az a bagoly. Esetleg a róka sokkal sötétebb vörös lesz. És másként a szeme, ugye a mese illusztrációkon akár hosszúkás szívomaxim szív is lehet, igaz a rókának? Ezt rátok bízom. Mindenki megnyitja a fantáziacsapokat, és kedve szerint megoldja a könyvjelző felét. Rendben van? Úgyhogy szabad a vásár ennél az asztalnál, aki ezeket szeretné készíteni.